beültem, akkor egy all you can eat, ez az büfé, ez az korlátlan kajás sushi helyre. A szokásos jönnek, mennek a kaják, akkor van egy külön szedőspult, és bármennyit lehet enni. Az első adagot már kiszedtem magamnak szerényem. Ami furcsa, hogy 1 óra 20 perc van, viszont csak 420 baht, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen 4500 forint a korlátlan kaja. Úgyhogy, hát nem azt mondom, hogy ingyen van, de a hazai árakhoz képest biztosan. Úgyhogy jó étvágyamat. Azt mondja, hogy sushi kilóra. Meg hát van mindenféle érdekesség. Ösztén szóval ez a kagyló, ez a gyümölcs, hát nem tudom, majd mindent végeszek. Na hát kértem egy kis segítséget. Már kaptam egy ilyen levesnek nevezett valamit, ami na, forra víz. És nem értettem, hogy mi az. Ja, most már nem üres, de eddig üres volt. És az a helyzet, hogy itt egy csomó kaja nyers. Mármint, hogy annyira nyers, hogy bele kell tenni a vízbe, mint például szerintem ezt, ez egy tészta, vagy legalábbis annak tűnik. És akkor ezt kell beletenni a forró levesbe, és itt készíted el magadnak. Nagyon zsír. És mire megettem az első adag sushit meg rákot, elkészült a saját készítésű levesem. Kaptam hozzá egy jó kis kanalat is, és akkor szépen megfőtt, és így meg lehet enni. Nagyon szuper! Szóval ezek a levesbe valók, amiből már csináltam egy párat, de közben eszembe jutott. Valójában fogalmam sincs, hogy mik ezek. Kellene rá egy ilyen kis papírocska, vagy bármi. Mert most oké, hogy ez a szalonnára külik, meg ez is valamilyen hal, de milyen hal? Meg ez milyen zöldség? Jó, mondjuk a tojást azt gondolom tyúkból való. De hogy így jó lenne, az is látszik, hogy rák. De jó lenne tudni, hogy ez például mi? Milyen tészta? Ilyet is ettem, ez is nem tudom micsoda. Egyébként finom volt. Szóval, hogy kéne rá felirat. Valami megnevezés, hogy ezek mik? Nyilván valami halacska, de például ez micsoda? Szóval, majd kifelé menet elmondom, de ösztön szóval senki nem tud angolul, azért ez egy picit zavaró, de is próbáltam, amikor jöttem be, kérdeztem, hogy ez most hogy működik, stb. És egyszerűen nem tudta elmondani. De hogy még nincsen egy ilyen kis lapocska, hogy fut a turisták, eddig lehet maradni, ezt lehet enni, stb. Itt vettem észre, hogy előttem elvett az űrge egy fagyit, és hogy konkrétan meg kellett kérdezem, hogy honnan van. Jaj. És onnan hátulról. Ott vannak a fagyi, meg az ilyen lötyök, dzsúzika, nagyon pincsi, valami licsi, nem tudom micsoda. Szóval, hogy nyilván föltalálom magam, de azért ezeket így valahova ki kéne írni, vagy el kéne mondani. Úgy könnyebb lenne. Szóval nagyon szuper ez a közlekedés. Bak busz, ott is jön még kettő mögöttem. Simán kiállok az utcára, nyilván 10 másodpercen belül jön egy, felszállok. Hát még nem jöttem rá, hogy 10 vagy 20 bat, nem tudom, 100 vagy 200 forint, mert nem adnak vissza, úgyhogy annyi, amennyit adsz, de nem baj. Úgyhogy teljesen jó. És ez itt szépen föl alá szaladgálnak a városba.